Hát szeretettel köszöntök ismét minden kedves kocapeca videó nézőt. A következő rész 2024-es idényről fog szólni. Egy kis összeállítás, egy kis montás. Telefonomban találtam egy-két jónak ítélt videót, és ebből láthatok egy kis összefoglalót. Itt még a nyár elején pregázgattam a jársági. Próbáltam egy-két nagyobb dévért vagy karikát fogni. Kisebb-nagyobb sikerrel. Most éppen egy csekélye példány. Tízd a horgon. Szépen kifordítom a horgot, mindjárt megmutatom. Tessék parancsolni, és már óvatos visszaengedéssel vissza is raktam a vízbe. A horgászatnak az eredménye. Négy nagyobb dévér. Nagyon szeretem őket megsütve, jó beírdalva. Következő horgászat. Ez egy kicsit másfajta téma, jó akart lenni, de valamiért. Ezen is egy keszeg szerepel. És akkor szép lassan, egyszer csak leapadt a Tisza, és itt is horgászgattuk János barátommal. Etetőanyag beszórást és a keverést, azt már többször megmutattam. Általában közelre kell etetni, nem mossa szét a víz. A horgászat elején képlékenyre keverjük a etetőanyagot. Hoppá, és micsoda akció kére. És el is jött a víz tetejére. Ez igen, ez már egy szép példa. Nyár elején ez volt a jellemző. Nagyobb dévérek, szép karikák. Nagyon vágytunk a nagyobb halakra. Félelmetes akciókra. De hát a jó horgász azt tudja, hogy mi kell az eredményes horgászáshoz. Sok türelem, kitartás és szerencse. Türelményes karikakeszeg. Násztánc elé. Hogy úszom, hogy éljen még egy kicsit. Ez pedig a vőlegény. Tehát megmutatom, hogy miről lehet megismerni, felültette a nászruháját, és ő is siet a lakodalomból. Szerencsére jó idő beköszöntött, és jöttek a nagyobbnál nagyobb akciók. Erről sajnos nem készült videó. Szerencsére a Tiszába busa van bőségesen, úgyhogy aki komolyan vette a horgászatát, az sokszor eredményes volt. Valamikor nem volt ott arra, akkor más témára váltottunk. Szerencsére amíg adott a Tisza valamilyen meglepetést. Megfelelő eszközökkel nagyon komoly filmet lehetett volna forgatni ezekről a silver kárpokról. Következő is egy nagyon jónak induló akció volt. Valószínű egy ponty küzdött a 6 méteres bolonyai boton. A másik botot meg valami majdnem elvitte is. Felvétel. Itt megszakadt. Ki kellett törölni. Voltak unalmas délutánok, unalmasabb órák. De volt, amikor villámcsapásszerű kapással valami jelezte, hogy meg szeretné enni ezt. Egész keszeget, amit erre a mártogatós módszerre raktam föl. 20-as fonott van rajta, úgyhogy attól nem félek, hogy elszakadja. Ó, még bőven van benne tartalék. Bot is kibírja, az is irdatlanul erős. Horgász idő vége fele.
Úgy gondoltam, hogy felrakok egy nagyobb csalit, hát hogyha az kell neki. És egy szebb keszegre, hatalmas kapással érkezett valamilyen. A farkában van egy kilós harcsának, hogy... Nem túl nagy horog, ha kitart, akkor talán meg is lesz. János professzor barátom vagy. Segít neki megszágolni. Harcsa. Ott véletes, ott. Egy kis taktikai tanács, hogy úgy legyen, úgy lesz a legjobb. Felvétel is jól sikerüljön. Hal is megmaradjon. Szákolod? Átvettem a telefont is. No comment. Ezt nagyon eltaláltam. Következő horgászatot. Ismét remekeltünk. Az azt következően is. Egyre komolyabban vettük a horgászatot, új felszereléssel. Fenomenális etetőanyagokkal érkeztünk, és így vettük üldözőbe a halakat. Nem babra megy a játék itt a Tiszán. Ez is egy fantasztikus akció volt, nem szoktam a más tevékenységét rögzíteni, de most ez egyszer külön kérésre. Eleget tettem a kérésnek, amit utána át is másolként el is küldtem. És mindenki happy. Ez egy János barátom akciója, látható, part széliben úszózott, csak a úszóval, ilyen felszereléssel, mondván fog egy pár darab csali halat, és valamilyen nagyobb hal ide merészkedett. Amit Jani nem hagyott büntetlenül, szépen el is kapta, most pedig precízen fáraszt. Ha csak bírom, kitámasztom a kezem, erre megjön a kép. De most közösen úgy határozunk, hogy a felvétel ismételten megszűnik és megszákoljuk a halat. Minimum 20 darab, legfinomabb, silver carp ismételten. Ez pedig a ragadozó állomány. Ezeket csak sütve. Ezeket sülve, főve. Ezeket pácolva, nyásra húzva, ki hogy szereti. Remélem mindenkinek ott kellő ideje, kitartása, türelme és egészsége jó horgászatokhoz. Mindenkinek megköszönöm, aki végignézte a videót. Nem tréfa dolog a horgászat, láttátok, komolyan vesszük. És még egy kis akció a végére.
lenyugvó nap visszatükröződő fényénél. Következő részben csukák lesznek a főszereplők. Megpróbálom egy-két héten meg elkészíteni. Ha viszont látásra halacska. Megint egy hasonló boldog kalandos életet. Görbüljön a bot is.